Williams Televízió. Gyáli híreink következnek. Augusztus 20-a és 22-e között rendezik meg a már hagyományos gyáli ünnepség sorozatot. A születésnapi utcabál mellett villanyfényes fogadhajtóversenyt, akadályhajtást, lovas íjász bemutatót, de Rúzsa Magdi koncertet és főzőversenyt is átélhet a kilátogató közönség. Hát most itt a piasztér jelenleg üres, de 22-én estél, amikor a Rúzsa Magdi lesz és a tűzijáték, 15-16 ezer embert várunk, ahogy szokott is itt lenni. Előtte persze helyi amatőr zenekarok és vendégzenekarok fognak fellépni, köztük a Kiscipő együttes is Rúzsa Magdi előtt és más helyi zenekarok még. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy a sportpályán viszont a pénteki fogadhajtóverseny, az éjszakai fogadhajtóverseny meg lesz rendezve, érdekes meglepetés műsorokkal. Szombaton viszont hát egész nap fogadhajtó verseny, C-kategóriás, meghívásos, illetve hírességek hajtása, lesz operett előadás is, és különböző érdekességek, bravúrhajtás, meg ilyenek. Én azt gondolom, hogy ez a 20-ai hétvége egy nagyon tartalmas és színvonalas programokkal teli tűzdelt lesz, és hát érdemes itt majd eltölteni az időt, mindenki hozza magával a jó hangulatot, a belépés mindenütt ingyenes, és ugye hát itt kell még megemlíteni azt is, hogy szombaton természetesen a szabadtűzi lovagrendek második alkalommal mérik össze tudásukat. Ez is nagyon érdekes, nagyon színvonalas volt tavaly is, az idén is erre számítunk, és most többen is lesznek. William.